Jó reggelt kívánok, 2022. április 4-én, hétfőn. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked a hétvége pihenését, megköszönjük neked mindazt, amit ajándékba kaptunk tőled, leginkább a kegyelmet Jézus Krisztusban. De azt is, hogy kirendeled mindazt, amire szükségünk van, testileg és lelkileg egyaránt. Nem mindig értünk téged, Uram, nem mindig értjük az időjárás sem, hiszen amikor most havazik itt nálunk, ráadásul április 4-én, olyan sok minden jut eszünkbe. Te csendesítsd le a gondolatainkat, hadd tudjunk igazán rád figyelni. Kérünk, Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, és te magyarázd meg a te igédet. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszt olvasom. Sámuel második könyve 7. részéből, a 18. verstől a rész végéig a következőképpen. Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült és ezt mondta. Ki vagyok én, ó Uram, Uram, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Uram, ó Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgált házának, ezzel is az embert tanítva, Uram, ó Uram. De miért beszélne tovább Dávid, hiszen te ismered szolgádat, Uram, ó Uram. A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismertesd azokat szolgáddal. Ezért vagy te oly nagy, Uram, ó Uram, senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogy magunk is hallottuk. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped Izrael, amelyért elment az Isten, és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának azzal, hogy nagy és félelmetes dolgokat vitt véghez, mint ahogyan te kiűztél nemzeteket és isteneiket néped elől, amelyet kiváltottál magadnak Egyiptomból. Így erősítetted meg magadnak népedet Izraelt, hogy örökké a te néped legyen, te pedig, Uram, az Istenük lettél. Most azért, Uram Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és házanépének tettél, és tégy úgy, ahogy megígérted. Akkor nagy lesz a te neved örökké, mert ezt mondják, a seregek Ura Izrael Istene, szolgádnak Dávidnak a háza pedig szilárd lesz színed előtt. Te, ó seregek Ura Izrael Istene, ezt a kijelentést adtad szolgádnak, megépítem házadat. Ezért volt bátorsága szolgádnak, hogy ilyen imádsággal imádkozzék hozzád. Valóban, Uram, ó Uram, te vagy az Isten, és igazak a te ígéreteid. Te ígérted szolgádnak ezt a jót. Áld meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted ezt, Uram, ó Uram, mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz. Amen. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvéreim, így hangzik egy imádság, a nem teljesült kérésre való válaszul. Még egyszer, micsoda? Egy imádság, amit akkor imádkozik el Dávid, amikor nem teljesíti Isten a kérését. Eleve úgy kezdődik, itt úgy olvassuk az új fordításba, és ezért nem annyira szerencsés a számítógépes verzió, hogy leült Dávid. Károli még úgy fordítja, hogy leborult. Ezt én is inkább elképzelhetőnek tartom. Ráadásul itt, ahol Uram, ó Uram szerepel, az R az csupa kisbetűvel van írva Károlinál, illetve a nyomtatott Bibliában. A második Uramnál az R betű naggyal van írva, ezzel is jelezve, hogy ott a Jahve szó olvasandó, erről még majd lesz szó. Nem teljesült kérés utáni imádság, mert azt kéri Dávid, azt szeretné, hogy templomot építhessen Istennek. Hiszen a szövetség ládája sátorban lakik, Dávid pedig már cédrusból épített házban, és ezért azt szeretné, hogyha méltóbb körülményeket kapna az Isten tisztelet. Isten pedig azt mondja, hogy nem. Nem te építesz nekem házat, hanem én építek neked házat. Micsoda ígéret! Olykor Isten megfordítja az elképzelésünket, és úgy ad valami nagyobbat, hogy elvesz valami kisebbet. Mi azt gondoljuk, azt tervezzük, hogy közben ő neki sokkal nagyobb terve van. Vajon tudok-e akkor úgy imádkozni, mint Dávid,
aki mindent elenged, mindent az Isten kezébe tesz. A nem teljesült kérés utáni imádság. Dávid visszatekint, és így ott van a szívében a hálaadás. Meglátja, hogy is felmutatja, mi mindenen vezette keresztül már Isten az ő népét és az ő családját, őt saját magát is. Te mikor tekintettél vissza utoljára? A megtérésed idejére és azóta, hogy mit telt el, hogy mi minden volt, amiből megsegített az Isten, mi minden volt, amin keresztül vitt. Ugyanakkor jövő képe is van. Tud előre is tekinteni, hogy ezzel az Istennel érdemes tovább menni, vele lehet tovább menni. Jó ezt nekünk is meglátni. Látja, hogy az ígéretek beteljesültek. És hálát ad azért, hogy Isten kiválasztotta az ő népét. Szabad itt megállnunk egy pillanatra. És szabad elmondanunk, hogy igen, Isten kiválasztotta Izrael népét, és csak egy időre tette félre, míg az üdvözülők száma beteljesedik. Nem szűnt meg a kiválasztás, éppen ezért nem, hogy jogunk nincs gúnyolni a zsidókat, de sokkal inkább arra kellene gondolnunk, hogy mi vagyunk a vadolajfa, amely beoltatott a szelíd olajfába, és ezzel az alázattal közelítenünk továbbra is Istenhez és az ő népéhez. Azt mondja itt Dávid, hogy Isten elment, hogy kiváltsa az ő népét. És ez így is van. Jézus Krisztusban nem csak Izraelt váltotta ki, hanem minden népet, a magyar nemzetet is, benne téged és engem. Kiválasztott, kiváltott ember vagy. Tudatába vagy-e ennek, hogy Jézus Krisztusban megváltott, kiváltott téged a bűnnek a hatalmából, azért, hogy hirdesd az ő nagy dolgod, nagy tetteit, az ő csodáit, és az ő áldásának a hordozója legyél. Ő meg akarja építeni a te házadat is. Azt mondja, hogy megépítem házadat. Hogyan? Úgy, hogy az alap Jézus Krisztus. A falak a hálából fakadó jó cselekedet, és a tető az Isten dicsősége. Ez egy ház. Az egyház. Te is tagja vagy, építő eleme. Hétszer hangzik el ez. Uram, ó, Uram! Mit jelent ez? Így hangozna valahogy. Adonai Yahweh. Istennek az egyik legszentebb neve, amelyet tilos volt a zsidóknak kimondani. Ezért a Yahweh helyett csak oda pontozták, és Adonait ejtettek. Az Uram Isten, az uraknak ura, sokféleképpen lehetne fordítani. Hétszer használja Dávid ezt a szófordulatot, megvalva, hogy egyedül az Úr az Isten, és rajta kívül nincs más. Vladár Gábor a mai magyarázatban így fogalmaz, csak két mondatot hadd emeljek ki belőle. Akkor vagyunk a legnagyobbak, ha térden állunk Isten előtt. Soha nem vagyunk olyan gazdagok, mint amikor kegyelemért könyörgünk, és soha olyan erősek, mint amikor imádságra kulcsoljuk a kezünket. Ezért hát ma keress egy csendes helyet, térdelj oda Isten elé. A nemzetedért, a békéért, a családodért, szeretteidért is, önmagadért. Amen. Imádkozzunk. Megvalljuk, hogy egyedül te vagy Isten, és nincs más. Uram, ó, Uram! Te vagy az, aki csodákat vittél véghez, és keresztül vezettél minket, talán már olyan sokszor a tengeren. Uram, ó, Uram! Te vagy az, aki népként is megáldottál bennünket, nem engedted, hogy elvesszünk a történelemnek a viharaiban, vagy mindenféle tanítások szelében. Uram, ó, Uram! Te vagy az, aki egyénként is képes vagy megtéríteni, magadhoz visszafordítani, bűneinket megbocsájtani, mert kiváltottál minket abból, Uram, ó, Uram! Az Úr Jézus Krisztus által képes vagy megépíteni a házunkat. Kérünk, így építsd egy házunkat és házunkat is, a te nagy neved dicsőségére. Uram, ó, Uram, ha jónak látod, adj békét, és adj áldást mindannyiunkra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. Őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott erre titeket, ő meg is cselekszi ezt. Amen. Áldott napot, áldott hetet mindenkinek.